Kunemlékművet avattak Kunhegyesen, valamint a nagykunkapitányok részvételével Horváth György nagykunkapitányra emlékeztek a településen. Mint dr. Barta Júlia etnográfustól, az emléknap szónokától megtudtuk, az 1989-ben létesített Kun emlékpark Nagy András regnáló nagykunkapitány által nem csak a nagykunkapitányok egy-egy fájával gyarapodott, hanem elkészült Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész regnáló Jászkun főkapitány alkotása, a nagykunkapitányi emlékkő is. Ezzel Kunhegyes első nagykunkapitányára, Varga Imrére 1813-1866 is emlékeznek. Ugye ez az év egy különleges év volt, több szempontból különleges, részben azért, mert a 20 éves a nagykunkapitány választás, az újjá gondolt, újra gondolt, felelevenített nagykunkapitány választás, és minden kapitánynak az a dolga a mai világban, hogy emelje a települése fényét, a kulturális rendezvénnyel, vagy valami maradandó dologgal járuljon hozzá, hogy emelkedjék az a település. Hát még a tavasszal elhatároztuk, hogy lesz egy ilyen emlékpark Varga Imre Kossuth kormánybiztosa tiszteletére emlékkövet állítanak a kunkapitányok, és voltak éppen úgy alakult ez, hogy mivel egybeesik ez az év a kunkapitányválasztás 20 évével is, ezért az emlékkövön az újkori kunkapitányok nevét is felsoroltuk. De aztán olyan szép lett ez az emlékkő, rajta Varga Imre portréjával, ami Györfi Sándor szobrászművész készített, hogy valahogy végtelenül emelkedetté lett ez a dolog, és nem is emlékkő ez már, hanem emlékmű lett ott a szoborpark, illetve a szobor közepén. És még a tavasszal elhatároztuk, hogy a 20 éves újkori kunkapitány választás emlékére egy kapitányi fasort ültetnek a kapitányok, és hát ezzel is maradandóbbá teszik majd ezt a gyönyörű parkot. Az emlékkövet Szabó András polgármester és dr. Barta Júlia etnográfus avatta fel. A leleplezést Györfi Sándor alkotó és Varga Imre leszármazottja Kovács Andrea végezte. Azon érdemes elgondolkodni, hogy milyen szerepe van ma, mit jelképez ma egy kunkapitány. Ugye a kapitányok mindig az autonómia letéteményesei voltak, de hát ugye az autonómiának 1876-ban a mai megyerendszer megalakulásával vége lett, de valahogy a hagyománya, a történeti tudatban az a büszke tartás, az megmaradt, és nagyon fontos, hogy erre mindig emlékeztessük az embereket, az itt lakókat. A rendezvényen a kapitányi emlékfákat is megkoszorúzták. A kapitányi tanácskozást Illési Ádám emeritus nagykunkapitány vezette, aki megemlékezett hagyományőrző elhunyt kapitánytársukról, Horváth Györgyről is. Bemutatták a legújabb kunhegyesi helytörténeti füzetet, amelyet Nagy András nagykunkapitány jelentetett meg. Víg Márta szerkesztette a nagykunkapitányokról. Végezetül a nagykunkapitányok megkuszorúzták az emeritus elhunyt nagykunkapitány emléktábláját a művelődési központ falán.